Az eredetileg tervezetnél 2 évvel később találkozott a 2 boxoló, ugyanis sérülés, illetve betegség miatt 2 alkalommal is el kellett halasztani az összecsapást. A nyíregyházi ökölvívó decemberben megszerezte az ideiglenes bajnoki címet, a szombati Szentesi Gálán pedig a bajnoki övért lépett szorítóba a Profi Box Promotion színeiben versenyző Micskó Sándor ellen. A nézők küzdelmes, változatos 10 menetet láthattak, amelynek végén a pontozóbírók egyhangú döntéssel Nagy Lajos Mártnak adták a mérkőzést. A 24 éves bajnok nem volt maradéktalanul elégedett a teljesítményével. Nem tudtam megcsinálni azokat a dolgokat, amit elterveztünk a meccs előtt. Nagyon nehéz meccsre sikeredett, köszönhetően annak is, hogy én megnehezítettem saját magamnak a mérkőzést, hiszen sokszor letapadtam lábon, magamra engedtem az ellenfelet, és így sokat kaptam fölöslegesen. De a lényeg, hogy sikerült megszerezni a címet. A nyíregyházi boxoló sorozatban 21. profi mérkőzését nyerte meg. Edző édesapja Nagy Lajos szerint a tanulságok levonása után döntik el, hogy melyik irányba indulnak tovább. Nagyon friss még az élmény, egyenlőre még átgondoljuk, még megpróbáljuk megfejteni az okát, hogy miért is került olyan letargikus állapotba a mérkőzésre. Aztán hát van több lehetőség, címvédés, magyar bajnoki címvédés, illetve gondolkodunk továbbiakban is nemzetközi, a WBO vonalon, akár egy WBO Europe cím mérkőzésen. Az újdonsült magyar bajnok 2 hetet száll a pihenésre és sérülései kezelésére. Azok azonban nem akadályozzák abban, hogy edzéseket tartson a fiataloknak, és 2 tanítványával elutazzon a csütörtökön kezdődő egri serdülőországos bajnokságra.